Negyedik témakör, utolsó témakörünk következik, a technikai kérdések, tech Azaz. kérdések. Nagyon jó lesz kérdésünk, hogy benchmarkon jelenleg a legerősebb processzor az AMD-nek van hány magos? 64 biztos van. 96-ban nem vagyok biztos. De Van AMD. ilyen, duplázni szokták. Meg A 32-64 benchmarkban és egyáltalán 100. beszámolják az ilyen szerver típusot. Benchmarkon jelenleg a legerősebb processzor az AMD-nek van hány magos? Ebből annyit értettem, hogy legerősebb processzor. A 32 magos, 64 magos. Na, a benchmark az egy... Megvárjuk. Ránéztem a Szandrára, bocsánat. Ebből annyit értettem, hogy legerősebb processzor. Igen. Hát 64 vagy 96. Van másfélszeres. Hát... Beraknak egy 64-eset, meg egy 32-eset. És akkor úgy... Úgyhogy... Van egy 64. Az úgy fura, nem? Ja, nem kicsit. Tudom, mert úgy szokták, hogy 64, csak a dupla, nem? Na szóval a benchmark az egy olyan oldal alkalmazása, többi, ahol processzorokat meg mindenfélét hasonlítanak össze. Aha, igen. Az AMD, azt tudom, hogy valamilyen típus. Intel. És AMD. Ez a kettő van. Processzorgyártó. Igen. Hát a hogy... 96 magot én túlzásnak érzem, meg ugye legerősebb processzor nem a legtöbb maggal rendelkező, mert például vannak most már olyan processzorok, amik jobban is kihasználják azt a kevesebb magot. De lehet 64-es. Olyan sok. Olyan sok. Azt mondod? Hát, legyen 64. Jó, legyen. Legyen 64. 64. Hát, legyen akkor 64. Legyen az? Inkább. Mi általában duplázzák, tehát hogy akkor inkább legyen 64. Jó, legyen akkor C. 96. 96. De azt milyen gép bírja el egyáltalán? Server processzor. Ó. 64, 96. Akkor mégis. Benchmarkon az Intel jelenlegi legerősebb processzora hányadik helyet foglalja el az AMD után? Úristen, ez többszörösen összetett mondat. Az Intel legerősebb processzora, és az hányadik helyen van? Igen. Úristen. Jelenleg? Szerintem akkor simán lehet a harmadik. Az a baj, hogy benchmark, akkor megint benne vannak a szerverek. Már szerintem az AMD az sokkal jobb szerverek terén. Hát... Az a baj, hogy tuti, valamelyiket benézzük, hogy ez jobb esélye van, lebeszéljük magunkat, és pont a másik lesz. Hányadik helyet foglalja el? Én a hetedikre tippelnék. Jó. Én meg elfogadom. Ez teljesen tipp. Fogalmam sincs, nem vagyok otthon ezen a téren, szóval B. Jó. Béla. Szerintem 14 meg 26 az sok, nem? Annyira nem feltétlenül, de pont emiatt, mert az internetnek is vannak egy-két ilyen durvábbja, de nekik nincs annyira nagyon sok felhasználási. Nem tudom. Általában egy erősebbet kiadnak, és akkor... Az AMD most nagyon viszi, akkor lehet, hogy hetedik. Aha. Hetedik. Harmadikra akkor tippelném meg, hogyha az internet lett volna valami nagyon kiemelkedő, de a szerverek miatt szerintem inkább hetedik. Legyen a B. Megjegyük a B-t. Hetedik. Valahogy megfigyeltem, hogy a Zsolti szereti a jó választ berakni a legtöbbnek, úgyhogy ez lehet valami stratégia, nem? Mi van? 26-dik. Az összes, az első 25 az mind AMD. Az komoly. Ez ugye a magok száma, például a szerver felhasználása nagyon sokat számít. Hát jó, de azt hittem, hogy legalább az internetnek is van. Kiadnak egy-kettőt, de hogy ők inkább pro felhasználók. Ja. Hát. Kedves Intel, kössétek fel a gatyát. Baszta. A mai komputer ősének az IDVEC tekinthető, vagy IDVEC, nem tudom, mint az első számítógép.
Az egész számítógép hány négyzetméteren terült el? Infoérettségén volt erről szó. Ezek nem azok a lyukkártyás számítógépek voltak, amik ilyen nagy szobákat foglaltak el? Mi ezt nem... Tehát így megemlítettük, itt tételbe volt. Számoljunk. Egy átlagos szoba hány négyzetméter? Na, mit az én szobám? Az én fél szobám? Na, hány négyzetméteren terült el? Biztos, hogy nagyon sok volt. 30? 30 négyzetméteren egy lakást elfoglalt? Hány négyzetméteren terült el? Hát ilyen konkrétan ez a szoba méret, csak hogy a... Mekkora szoba? Szerintem 30 négyzetméter simán volt. Legyen. Nem tudom. Tippeljünk egy 32-t, hogy ne legyen kerekszám. Akkor még nem 28? Na, a 30 az 3-assal kell kezdődnie. És akkor legyen 36. Miért? Mert nem tudom. Mondjuk 36, nem? Jó, legyen. Akkor 36 négyzetméteren terült el. Jó lesz szerintem az a 30. Jó lesz a 30. Jó, 30 négyzetméter. Te jó ég. Az komoly. Nagyobb, mint egy panel lakás. És akkor komoly. Mész a kompresszorral, és már is más értelmet kap. Kifújom gyors a gépházból a port. Tudtam. De hogy lehet ilyen nagy? Már ez túl fiatal vagyok, vagy nem tudom. Vagy tanulatlan inkább. Hány tonnát nyomott ez a számítógép? Hány tonnát nyomott ez a számítógép? Puskázok. Nincs ide írva. Komolyan mondom, ez mintha matek órán ülnék, de tényleg. Mennyi a számítógép sűrűsége? Ennyi méter magas egy fal, ennyi méter széles, akkor számolj ki Pistinek, hogy milyen színű a szeme. Körülbelül így érzem magam. Ajaj. Mennyi? Mit tippeljünk? Mit tudjam én? Legyen ez a 30. Már a másik nem jött be. 30 tonna. Soknak hangzik. Csak. Hát nekem most soknak hangzik. Igen. Nem tudjuk, milyen magas amúgy. Meghagyom neked, én megtippeltem a méretét rosszul. Kérdés, hogy... Most a súlyát tippeld meg rosszul. És hogyha egy négyzetméteren egy kilót számolunk, akkor az eleve ez a 140, az túl kevés. Hát az nagyon kevés. Hogyha... Az hány kilót, tehát számoljunk már, akkor próbáljuk meg így. Hát most a mai számítógép kevesebb, mint egy négyzetméteren, több mint 10 kiló. Sokszor. Hát akkor az mennyi legyen? Akkor egy tízszerese? 100 kiló lehet egy négyzetméteren? Simán. Hát a 30 tonnára azt mondtad, hogy többre tippelnéd. Az 30 ezer kiló. Azért mondom. Legyen akkor úgy annyi. Fogalmas. Jó, legyen, nem tudom. Fogalmas, legyen akkor 30 tonna. Szerintem akkor legyen, nem tudom. Négyzetméterenként lehet egy tonna, az sok. Fél tonna lehet négyzetméterenként? Még azt is soknak érzem. De mondjuk... Igen. De mondjuk vas és acélból... Hát én szerintem meg pont, hogy lehet 140. Azért, mert pont az, hogy mondod, hogy a fém meg az ilyen alkatrészek azért azok elég nehezek. Még nem tudom, szóval az ilyen Commodore 64, meg az ilyen számítógépek, azok elég nehezek voltak. Mondjuk az, hogy 120 tonna volt. Mert az, hogy ugye hát az régen nem voltak ilyen pici alkatrészek, hanem azokat is ilyen elég nagyra csinálták meg. Hát azért foglalt 120 négyzetméter. Igen, hogy aznak biztos, hogy volt súlya, nem? Iha. De ilyen mondjuk akkumulátornak, meg ilyennek biztos, hogy brutál akkumulátor súlya. Volt benne? Nem tudom. Hálózatról táplálták? Hát lehet. 120 tonnát mondjuk. Aha. Merjünk annyit mondani? Aha. 120 tonna volt. Micsoda! Azt a mindenit! Mégis ide van írva, de te mondtad. Csalsz.
csalik az ember. Hát jó vagy, Patrik, jó vagy. De hát te mondtad. Hát te mondtad a 30 tonnát. Én mondtam a 30 tonnát? Nem, nem én, Patrik mondta. Ne, én 5-öt mondtam. 5 tonnát mondtál? 5 tonnát mondtam, és azt mondtad, hogy több, és akkor lehet, hogy akkor mondtam a 30-at. Mindegy, hát csapat mindegy, munkat. Jó volt. Oké. Oké. Nem lehetne visszamenni a játékos témakörre? Jó. Az EU tagállamok háztartásának hány százalékában van internet? Patrikot ezt le kell számolni. Amúgy pont a magyaroknál van a legdurvább. Igen. Hiszem. A top 5-ben benne vagyunk. Vagy az lehet, hogy csak a sebesség. Azt nem tudom. Ki éve te utcád? Az ronytele. Na, szóval... az EU-s tagállamok házta hány százalékában van internet? De én azt hittem, hogy ide jövök, azért úgy valamit tudni fogok. De hogy itt ülök, és hogy kultan ötletem sincsen, hogy mit válaszoljak. De így nagyságrendileg se, hogy most 90-et mondjak, vagy 15-öt, tehát hogy semmi ötletem nincs. 50%-nál szerintem EU tagállamok, nem mondjuk abban benne van ugye, mi kis hazánk. És az annyira sok, vagy miért? Hát nem, csak így számolja egy átlagot, hogy a volt szocialista országokban mennyi lehet, meg mondjuk egy nyugatiba, ahol lehet, hogy majdnem minden háztartásban van internet kapcsolat. Szerintem most már minden második háztartásban legalább kell lenni átlagban. Vagy ha Magyarország megint, szerintem Magyarországon van egy 70-80 százalék szerintem. Szerintem igen. Most már a falvakban is mindenhol be van kötve. Mm. Most pont volt nem egy ilyen reklám, hogy nem is tudom, valamelyik cég reklám azt, hogy a hány százalékos lefedettségük az országban. Na jó, de a lefedettség az, mi nem jelent az, hogy ugye mindenkinek van. Ja, az oké, csak hogy... Ja, 60-70 talán. Szerintem nem lesz 50. Szerintem több lesz, mint 50 sokkal. 70 környékére tippelném meg, 70-80 százalékában van. Az jó! Ez tartások. Már ki tudja. De a háztartás... De nem sokára a Starlink műholdak is mindenhol lesz. De a háztartás az meg nem egy személyt jelent, nem? Hát de ezt, hogy ezt akkor meg igen? Az befolyásolhatja, nem? Mi? Hogy hány százalékában van internet. Nem értem. Hát ki talán úgysem fogjuk, igazából. 70 százalék szerintem reális lehet. Vagy 65, legyen 65. 65. Jó, 65 százalék. Én komolyan mondom, én most már nagyon leállítanám ezt a videót. Köszönjük szépen a figyelmet. Hú, már nagyon fáradtak vagyunk. Mondjunk egy számot, mondjuk 75. Jó. 75. Hát akkor túl az alacsony. Akkor jó, mondom, hogy már az összes faluban van kb. Már szerintem internet. 90, mondta, hogy nagyon magas szám lesz, és aj. Azért mondom, hogy vagy 90-et mondanék, vagy 15-et, fogalmam nincsen. Nagyságrendileg se. Mikor küldték az első e-mailt? 83 vagy 71. Azt hiszem. Benton Patrik. De valami... jóval előbb volt, mint hogy konkrétan megjelent, úgymond az e-mailezés. Ez tuti valami olyan e-mail volt, hogy így egy adott üzenetet küldtek el A-ból B-be, és akkor így az számít e-mailnek. Hát konkrétan az üzenet továbbítás volt a lényeg. Aha. 58. Szerintem igen. Mintha én ezt tanultam volna. Én hiszek neked, de nem biztos. Lövésem sincs. És az első e-mail az szerintem az amerikai hadsereghez köthető, vagy pár egyetemistához, mert mindig ez a kettő szokott lenni, hogy vagy egyetemisták csinálták, vagy a hadsereg. 71 legyen? Nem tudom. 71-re
tippelném, mert szerintem a sokkal előbb megvolt, mint az, hogy ténylegesen beindult volna így. Hát, vagy... Most tudom, az internet mikor kezdődött el. Én is ezzel gondolkodom. Hát előtte nyilván legelőször hadászati célból volt. Persze, az ilyen nagyobb cégeknél... Vagy nagyobb, ja. De hogy... Kormányzatok, hogy, mit tudjam, hogy... Ez meg gondolom még annak számít, hogy akkor mikor küldik az elsőt. De nekem a 80 az kicsit késő. És 50, a 80-87 szerintem is késő. De az 58-ban miről küldtek? Átmorzézták egymásnak? Figyelj, nemrég volt az 56-os forradalom. Na, egyébként ez is ez történt ott. Az első e-mailt küldhették 58-ban, 71... Szerintem 58. Jelöljük meg akkor az alt. Vagy már lehet, hogy ott áll egyből az 50-es évek végén? Hát ott azért lenne valamennyi értelme, mert hogy nyilván háborúk, mit tudjam, ez megtolta a fejlődést, információs technológiák, de... Az is igaz. De amiatt inkább akkor 71. Hogy jó, legyen a darabig. Legyen. 83 az már olyan. Jó. Jó, megkérjük. Akkor szerintem a B-t, nem? Uh-huh. Akkor megkérjük a B-t. Bocs. Nem, megbocsátok. Fú, te! Komolyan mondom. Az igen. Az igen. Szép. Mikor jelent meg az első weboldal az interneten? Beszarok, ha ez lesz az 58, hallod? Erre rosszabb. Mikor jelent meg az első weboldal az interneten? Fú. Hát az első e-mail 71, akkor korábban szerintem a weboldal. Akkor az lehetne mondjuk 58? Simán lehetne akkor. Sőt. Hát nem, mert az e-mailt átküldeni, az csak egy levelező program. Az kicsit egyszerűbb, mint beírnod egy weboldalt, és azt be kell töltenie. Tehát meg kell jeleníteni. Hát... Meg azt jobban tárolni kell a másik miatt. Végpontok közötti. 80. 1980. Hogyha e-mailt küldenek, akkor utána lehetett. Hát mikor volt például 2000-ben volt a .com lufi? Akkor jelent meg rengeteg internetes cég. Akkor már biztos, hogy volt. 2000-ben biztos. Akkor 95-ben valószínűsíthető, hogy már kerültek ki oldal. 90-ben talán. Most úgy teszek, mintha érteném, hogy mit mondasz. Tehát én ott, hogy milyen komfelhőt mondtam, vagy az mi volt? Én már ott elmondottam. Luffy. Ja, Luffy. Felhő. Napocska, szívecske, 1980. Egy. Hogy ne legyen kerek se. Most azt mondtad, hogy 70-es évek. Most hogy lett 81? Fogalmam sincs, hasraütésszerűen mondok számokat. Jó. Próbálok okosnak tűnni, és... Akkor legyen az. Ne. De legalább tudnak valamiért akarni. Ne, most már... De az első e-mailt mikor küldték? 1971. Jó, akkor, igen, és akkor ez most miért befolyásolja a akkor volt weboldal már szerinted? És megjeleníteni, vagy elérni egy adott helyet, szerintem az kicsit másabb, mint adott. Mert mint weboldal, az már lehet, hogy valamilyen fajta szerverhez kötött már akkor, nem? Azért gondolnám, hogy a átküldeni mint, adatot... Mint egyik gépről a másikba átküldeni e-mailt, az lehet, hogy előbb volt, mint akkor. Mint az, hogy fix helyen ott van mindig, és mindig elérhető. Aha. Legyen 80, 1980? Talán ez közel van. 1980. Akkor mondjál valamit, ha ennyire okos 1981. Vagy. Ő meg rábólint. 91, annyira későn. Ez kemény. Ja, és azt hittem, hogy előbb. 10 évet tévedtünk. Sok. Ez nagyon sok. Hány napos az internet pontosan a mai napon? Én már nem merek matekkel számolni. Hát pont ezen gondolkodtuk, hogy mikor hivatalos az internet, és nem tudtuk, hogy most ha nem tudjuk, ból kéne kiszámolni, hogy hány nap. Ne haragudj, normális vagy? Mi van? Hát várjál, hogyha az első e-mailt 71-ben küldték, akkor már volt internet. Elvileg, igen. Akkor az hány évre számolunk? Az 52, 51, 52, 52, 52 x 365, az a minimum.
Igen. Tehát akkor az 36.500 osztva kettővel? Ugyan kezdetlen. Akkor 16.630 az jó lehetne? 10 év akkor hány napos? 89. Mit 89? 1989. Most nem tudom, miről beszélünk. Hogyha mondjuk azzal az évvel számolunk. Számolhatunk azzal. Számolhatunk 90-nel, hogy kerek legyen. Jó. Jó. Eltelt azóta mondjuk 30 év, akkor 30-szor 365. Mi annyit tesz, mint 9000 meg. Hát olyan durván 10.000. De nem lehet annyira durván, már mondjuk van egy 12.404-es válasz, meg egy 14.301-es válasz is. Ha a környékén számolunk, de lehet, hogyha katonai célból is már tekintjük, akkor viszont lehet a 19.000. Mert hogyha az első e-mailtől számítjuk az internetet, akkor lehetne a 16.630, de hogyha katonai célt is beleszámoljuk, akkor viszont lehet, hogy bőven volt előtte. Még 3.000 napig. Amit számolunk, az mondjuk 10 év, 60-as évek. De nem hiszem, hogy tehát addig nem létezett szerintem, amíg nem tudtak üzenet, tehát nem tudtak kommunikálni. De nem tekintető léteztnek. Tehát hát, hogy a weboldal az már később volt, akkor előtte igazából az e-mail küldés lehetett. Hát a katonai célból már igazából volt így, vagy ez valami elődjének számít, nem hivatalos internetnek? Szerintem az végpont közötti, az nem konkrétan internet, ami felhasználási szintű. Ott is volt. Meg ott inkább akkor már rádió keresztül, tehát morze féle típusú jóholdas kommunikáció. Cél, akkor jó lehet a 16.630 nap. Szerintem jó lehet. Vagy hogyha, mert ugye az hát a másik az még 5 évre, kb. Vagy még nem. Ez 10 év. Az a kérdés, hogy akkor az első e-mail az, ja, az 10 év. Vagy az első e-mail, akkor számíthatom már akkor az internetes e-mail küldésnek. Csak mi másra használták volna 10 éven keresztül. Szerint én jó, legyen szerintem akkor a C. Jó, legyen C. Milyen 1900 valamennyi? Mi van? Én nem értem, hogy mit számol. Én is értem, hogy mit számolok. Jelöljük meg az át. Én a B-t mondtam volna. Jelöljük meg az át. Akkor jelöljük meg az át. Jelöljük meg az át. Csak. Jó. Akkor lehet, hogy akkor izét számolják. Kutána, az első honlap. Akkor az e-mail küldés az nem számított internetnek, mert csak végpontok között ja, küldözgették. Hát ezt. Túl gondoltuk. Igen. Jó. Igen. Candy Crush játéknak 2023. február 4-én hány szintje volt? Fú. 11.000? Valamilyen nagyon durva szám volt. Tudom, valami hírt láttam róla, de legyen 12.000. Lehet, hogy 120. Az abban nem tudom, azt tudom, hogy legalább 3-0 volt. 4.400. Óha. Hát 800-nál több. Mi van? Hát volt egy mém, hogy 50-es anyukák a telefonjukon, és nyomkodják a Candy Crush-t, és a fejlesztők meg így rohannak egymás után, hogy hú, még több szintet, mert mindjárt kivégzi a játékot. Hát, de az lehet, hogy csak ott random beírtak valami számot. Édesanyám játszik egy játékkal, aminek több mint 3600 pályája van. Én abból indultam ki. És Candy Crush-ból is szerintem már van több. Szerintem biztos olyannál több van, mert hogy az szerintem a Candy Crush ez egy híresebb játék, mint az az adott játék, amivel az édesanyám játszik. Akkor mennyit mondaná? Hát én 4400-ot mondtam, de aláírom. Legyen az? Aláírom, 4400. 4400. Én nem tudom. Mi ez, milyen játék? Ilyen buborékokat hát kell kilőni? Hát a kis cukorkás, hogy össze kell lövöldözni kell, talán vagy összehúzni, hogy öt azonos eltűnik, valami ilyesmi. Sok mémben benne szerintem van, hogy szerintem akkor 120 000, csak nem.
Hát csak, akkor legyen 12 ezer. 12 ezer, az úgy jónak hangzik. 12 ezer pálya. Már gondolom, hogy valami algoritmust, vagy valamit ráeresztettek, és nem egyenként rakták össze a pályát. Az komoly. Azt a macskos. Na, jó volt, Patrika, majdnem akkor. Egész közel, egész közel. Tedd növekvő sorrendbe a következő adattárolási mértékegységeket. Hát kiló, mármint, hogy alul van a legkisebb. Kiló, giga. Kiló, giga. És most a peta vagy az exa jön? Ez a kérdés, ezt nem tudom. Kilobyte, exabyte, petabyte és gigabyte. Ez könnyű. Kilobyte, gigabyte, petabyte és exa. Exabyte. Igen. És peta vagy exa? Várjál. Szerintem a PB az nagyobb, mint az EB. Hát meg EB a VB. 4 évente van. Meg a VB. Az meg vitabyte, vagy ez mi? A VB. Nagy Great Britain. Nem tudom, hogy Nagy-Britannia. Jó, akkor a... De nem vagyok benne biztos. Kilobyte, gigabyte az biztos. És az exa, vagy hát figyelj, 50-50. Hát várj. Kilo, giga, az igen, tehát hogy így. Szerintem peta is exa. Igen. Kilo, giga, peta, exa. Így van. Jaj. Kilo, giga, peta. Na, de jó. Ki az a híresség, aki a... új korszakot nyitott a Facebook világában azzal, hogy elérte elsőként a 100 millió lájkot. Cristiano, nem. Jennifer Lopez, Shakira, Cristiano Ronaldo, vagy Mark Zuckerberg? Vagy a Jennifer Lopez, vagy a Shakira, már a Cristiano Ronaldo valamit Instagramon ért el. Szerintem Cristiano Ronaldo sem. Ronaldo, szerintem. Szerintem is, nekem is valamiért őrjön. De várja, nem Facebook, várja, nem most az Instagramban, hogy ővé a legtöbb követő bázis. De hogy elsőként elérte a 100 milliós lájkot, ugye a végül is oldalbelájkolás, az is számíthat, de viszont Mark Zuckerberg viszont amiatt lehetséges, mert nem, mert a Facebook regisztrációval magát a Facebook oldalt lájkolod be, én úgy tudom, automatikusan. Ja, de ez nem a de ez nem a Mark Zuckerberges, igen. Szerintem Ronaldo, volt valami híres, nekem is ír a... Az Instagramon ő fixem, de hogy a Facebookon azt nem tudom. Mert akkor még lehet nem volt. Shakirát nem hinném, Jennifer Lopez az ilyen necces, de szerintem foci. Legyen ott is a Ronaldo, mint Instán. Hát akkor szerintem Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Azért, mert olyan feneke van. Fogalmas. Amit szeretnek a férfiak. Jó, de a Cristiano Ronaldónak is olyan feneke van, amit szeretnek a férfiak. Miért? Te szereted? Nem. Figyelj, vald be. Én Barcelona drukker vagyok, bocsánat. Ja, értem. De ő már nem Real Madridos. Hát az egy dolog. Hát de hányszor keserítette meg az életünket? Ez a zenémet nem? Na mindegy. Ronaldót meg a Zuckerberget kizárnám, és a kettő én Jennifer Lopez mondanám. Akkor jelöljük meg az át. Jó, megjelöljük az át. Vagy pont Shakirának az a vakavakás időszak? Akkor már nagyba a Facebook inkább, mint az Insta. Hát, fogalmam sincs. Az a baj, hogy valamiért nekem a Ronaldo az így bevillant, az lehet, az Instagram miatt biztosan. Most érte 330 videót, azt hiszem Instagram, hogy valahogy így van. Legyen akkor Ronaldo, nem Shakira? Legyen akkor itt is Ronaldo, mint Instán, hát ha? Hát, most igazából egy pont. Jó. Úgyse tudjuk. Legyen C, Cristiano Ronaldo. Nem A, B. Az Istenit! Tudja akkor, mikor volt az a foci kupás éneklés, és akkor amiatt szerintem. Jézusom, szörnyű volt. Hát... Nem, amúgy nagyon jó volt. Érdekesek voltak a kérdések, meg hogy mondjam, új információk lettem gazdagabbak, de annyira bosszantó volt, amikor beszéltünk a jóról, és utána mégsem. Igen, és majdnem minden másodiknál így volt. Hát, hogy tényleg. Meg amikor így megtippeljük, és ez a
nagyon elvetem őt néha az ember, és rögtön a következő tippelésnél meg pont emiatt feljebb húztuk a tippelést, akkor meg nem. Ja, de egyébként emiatt pont jól voltak összeállítva a kérdések, meg a sorrend, hogy, hogy ami nagyon elvetemült volt, nem tudom, a legós, vagy nem is tudom mikor volt az, vagy a, vagy a, és akkor utána jött a WC deszk, ami túl fölé tippeltünk. Igen. Tehát, hogy, ja. Hát a kérdések olyanok voltak, amire számítottam Zsoltitól, teljesen őszintén. Nem tudom, én őszintén arra számítottam, hogy jobban arra fog menni, hogy milyen a tudásunk. A lexikális tudás. Igen, nem pedig az, hogy ennyire tippelős, mert sokszor azt éreztem, hogy így lövésem sincsen, tehát még tippelni se tudok arra, hogy, hogy most mi lehet a jó válasz, és így kicsit rossz érzés itt ülni, hogy még tippem sincsen, szóval, de végülis pénzt kapok érte, úgyhogy mindegy. Kíváncsi vagyok, majd visszanézzük, hogy a szintjék hogyan teljesítettek, mert ugye erről se tudunk nyilván semmit, nehogy befolyásoló tényező tudod, legyen, de elvertek minket. Lehet. Úgyhogy egyébként a tétje az, hogy amelyik csapat nyer, annak a másik csapat ír egy, hát egy ilyen rajongó vagy dicsőítő verset, és akkor azt majd vagy felolvassuk, vagy szerintem felolvasás lesz belőle. És köszönjük, hogy itt lehettünk. Sziasztok! Adios! Meg szeretnék köszönni, hogy itt voltatok, illetve a nézőknek is, Szintinek és Dávidnak, hogy itt voltak. Reméljük, hogy legközelebb is lesz, vagy valami hasonló is jönnek, illetve írjátok meg, meg jelezétek, hogy tetszett nektek ez a formáció és ez a műsorirány, és jelentkezünk további tartalmakkal legközelebb is. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok!